elsőként megkérem Mályer József polgármesterrel, köszöntse Önöket. Szép estét kívánok mindenkinek. No, ilyen zavarba sem voltam még. De legalább múltkor voltam az idősebb napján. Ugyanis ez a hetedik alkalommal megrendezendő mincenthalmi mulatság korábbi történeteiről mindenképpen kellene tudni azt a jelenlévőknek, hogy ez a helyi borászok által megálmodott, összegrundolt, összerakott kis program volt. Most 2016 évben szakemberek vették kezükbe egy picikét ennek a mincenthalmi mulatságnak a országban való közlését, sorsát. Nagyon sikeres sajtótájékoztató volt Budapesten, nagy érdeklődés mentén, és aki ugye az elektronikus felületeken járkál, az láthatta, hogy sok minden sajtóanyagban nyitott és hangzóanyagban megjelent. Nem kaptuk a szervezőktől olyan felkérést, hogy ez legyen a hetedik mincenthalmi mulatságnak, vagy nem fesztiválnak, vagy mulatságnak a hivatalos megnyitója. De én azt gondolom, hogy most itt nyugodtan a jelenlévők is magukra vehetik azt a keresztet, hogy kinevezzük ezt a mai kiállítás megnyitót a hetedik mincenthalmi mulatság nyitó rendezvényének és megnyitásának. Én azt gondolom, hogy ennek a kiállításnak igazából a műfaját meg sem kell határozni, egyetlen egy dologra, ha ráfókuszálunk, az pontosan elég lesz, és az nem más, hogy a mieink készítették. Azok, akik itt laknak, azok, akik itt élnek, és ők úgy gondolják, hogy megtisztelik a munkáikkal azokat, akik jelen vannak és majd eljönnek, és azt gondolom, hogy ez így nagyon. Nem szaporítom tovább a szót, mert ez nem egy hivatalos megnyitó, hanem egy köszöntés volt. Köszönöm szépen! A Topai-hegy, a táj, amit látni enged, gyönyörködtető. Egykor lángot vetettél kopasz hegytető, most vesztegesz, s a végségben kiégett köveket, köveket rejtegesz, köveidben szőlő fűtöket nevez. Asszú fűtöket is, mely gyógyír az embereknek. Talán Istentől kapott tehetséged ez. Az asszú leve kismértékben orvosság, nagymértékben gyógyszer. Ezt a festői tájat híressé tetted, mégis jól tudod, mi voltál. Híven érzed, amit rég, régi lángod, régi fénye, boraidban most is ég. Képed ezt, te kopasz hegytető, mely elvesztetted fényedet, ó, de mondd hát köveidben, lángol-e még szent tüzet. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, csatlakoznék a polgármester úrunkhoz, ugye azzal kezdte a beszédét, hogy nehéz helyzetben van, hát a polgármester úr nehéz helyzetben volt, akkor úgy gondolom, hogy én még nehezebb helyzetben vagyok, de tényleg így olyan némi kérésének elegettéve, úgymond megpróbálok felnőni a feladathoz. Tehát tisztelt hölgyeim és uraim, amikor tegnap este feljöttem és szembesültem ezzel a csodálatos anyaggal, amit itt láthatunk a faluház emeleti garérán, akkor kicsit úgy minden nap büszke vagyok arra, hogy Bodrog keresztúri vagyok, de talán a mai nap egy kicsit még büszkébbé tett, hogy mi gazdag a mi településünk, nem csak természetes, építetett környezetében, hanem most már az alkotásaiba is. Hisz egy ilyen kis településen, mint Bodrog keresztúr, ennyi gazdag ember, tényleg azt mondom, hogy ritka, hisz ha végignézünk a festményeken, a szobrokon, a fotókon, egy tízezes város is megirigyelhetné tőlünk ezeket az alkotásokat, és itt, mikor péntek este ennyi sokan összejöttünk, akkor tényleg hadd köszönjem meg először is azt az összefogást, ami révén ez a sok alkotás úgymond megjelenítető a faluházban. Az alkotásnak csak egy része van kint a galériában, nagyon-nagyon sok, még körülbelül ennek a kétszeres mennyiség anyag hever
dobozokba, úgymond. Tehát még pluszba két ilyen kiállítást is meg tudnánk mutatni, de úgy gondolom, hogy ez bevezető belé. És tegnap tényleg felmerült az is egy gondolat a emberek részéről, hogy tényleg annyira szép ez, és annyira gyönyörű, annyira sokszínű ez a kiállítás, hogy akár egy vándor kiállítást is lehetne belőle szervezni, persze ezt az alkotókkal még nem egyeztettük le, akár megmutatni testvértelepülésünknek, Balatonkeresztúrnak, vagy sorolhatjuk a Keresztúr nevű települések találkozóját. Bízok benne, hogy ez az összefogás, ez a közös gondolkodás, ami most jellemzi péntek, szombat és a vasárnapi napunkat, ez a továbbra is fennmarad Bodrogkeresztúron. Én ebben kérem az önök segítségét és támogatásukat. Nagyon szépen köszönöm. Színvizének csendes csobogása, mint apró kis manóknak tűzik muzsikája. Állok a vízpartján, s csodálkozva nézem, ahogy a nagy fűszfák borulnak feléje. Hatalmas ágaikat, mint szerető anya ölelésre nyújtják a hatalmat. Sárkuló levelek veregnek vizében, őszelő havának hideg érintése. Borzolja hajamat a hideg fuvalata, így megcsapja arcomat a hegynek illata. Mézéle szőlőfű csúranó levélvel kezdődik a születlő kedvenc levővel. Míg a szőlős gazdák a bodrukat mossák, táncoló asszonyok a szőlőt tapossák. Jó kedvünk van nagyon, mert ezen az éven ránk nézett az Isten mind a két szemében. Lesz boruk, kenyerünk, hamuk is bőven, áldjon meg az Isten gyönyörű természet. Most pedig fogadják nagy szeretettel Simkun Laurát, aki régi dalokat és táncokat fog előadni Fulujánkból.